Legtöbben gondosan szétválogatják a szemetet a győri hulladék szigeteken. Csak egy kis odafigyelés kell ahhoz, hogy a megfelelő hulladék jó helyre kerüljön. Nagyon fontos Győr városában az összes szelektív gyűjtősziget, hiszen a lakosság meg tud szabadulni mind a négy frakciótól, tehát az üvegtől, fémtől, műanyagtól és papírtól térítésmentesen. Viszont nagyon sok helyszínen probléma volt, hiszen a hagyományos 1100 literes gyűjtőedények, az ilyen felnyitható tetejűek általában meg voltak rongálva, illetve jelentősen túl is voltak pakolva. Ez nem megfelelő, így azt gondoltuk, hogy sok helyen ezért változtatni kell. A régi fajta tárolókat nem csak megrongálták, túltöltötték, gyakran előfordult az is, hogy a háztartási hulladék válogatás nélkül került a gyűjtőedénybe. Készültek el földbesülyeztett szelektív gyűjtőszigetek, illetve a körzetemben most három helyen harang alakúra lecseréltük. Egyik a verseny Tesco előtt a Szigeti Attila úton, a másik terület a Körkemence utcában, a harmadik pedig pont a Győr Plusz Média mögött a Földes Gábor utcánál, hiszen a Barátságpark sarkánál volt egy ilyen hagyományos gyűjtő, amiben nagyon sok probléma volt. Ezek a harang alakúak kevésbé rongálhatóak, és könnyebben bele lehet dobni azt, ami belevaló, tehát más dolgot nem tudnak elhelyezni. A lakosság örült ennek a kezdeményezésnek, de el kell mondani, többi városrészben is folytatódni fog ez. Az eddigi tapasztalatok szerint az új edényekből nehezebb kiszedni a hulladékot. Ez azért fontos, mert korábban szétszórták a szemetet a guberálók. A harang alakú tárolók nagyobbak, az űrtartalom 1100 literről 1500 literre növekszik, így a logisztikai költségek is kedvezőbbek.